Október 10-én nagyszabású gálaműsorral ünnepli meg a Szadai Népi Együttes a Szadai Hagyományőrzés 40 éves jubileumát. A csoport tagjai már hetek óta nagy igyekezettel, sok-sok próbával készülnek az ünnepi gálaestre. A Szadai Népi Együttes tánccsoportja a közelmúltban Ciberéné Szító Mária iránti tiszteletből vette fel a Cibere Néptánccsoport nevet. Annak idén ő volt, aki a hóna alá vette a hagyományőrzés Szadán, és rengeteg idős asszony, illetve bácsi volt, aki az ő segítségére volt. Összejöttek, éneket tanultak, népszokásokat, betlehemezést, mennyasszonyfektetést, lakodalmast, akkor, amikor a sorkatonák bevonultatták annak idén, és berukkoltatták az embereket, ilyen hagyományokat ők ápoltak, és mi is tőlük tanultuk. Igazából ez adja nekünk az alapot, mert rengeteget segítenek mai napig is, tanácsokkal látnak el bennünket, előkerülnek a padlásokról, a komódok aljáról a régi ruhák, és azokkal is ők segítenek ki bennünket. Nyilván varratnunk is kell sokat mellette, ebben egyébként az önkormányzat segítségünkre van. És hát a táncegyüttes, de ebben valóban volt szünet, korábban tanítottak itt táncot a György Károly, tanított a Széphalmi Zoltán, Benedek Krisztina, mind nagy tudású táncosok, táncoktatók, és ismertek is országosan. Utána voltak hosszabb, rövidebb szünetek, aztán a hosszabb, rövidebb szünetek alatt keresett meg engem a Ciberéné Szító Mária, hogy tudnék-e segíteni táncot tanítani, mert én táncoltam a Gödöllői Táncegyüttesbe, és korábban is onnét volt az ismeretség, és egyébként igent mondtam a felkérésre. Kezdetben egy picit fenntartásokkal jöttem ide Szadára, mert mégiscsak egy falu közösség, én nem ide való vagyok, de befogadtak, ezt elmondhatom, jó érzéssel járok ide próbára. A maga a táncegyüttes, amelyik a színpadra fog állni, az idősekkel együtt, de ez a fiatalokból álló kis csoport, ez nagyjából 5 éve alakult újjá, és azóta rendszeres próbákat tartunk. És azt kell, hogy mondjam, hogy jó érzéssel jönnek ide. Heti 3-4 próba is beleszorul egy szükséges egy-egy fellépés alkalmával, amikor hirtelen adhok jelleggel felkérnek bennünket, hogy na, itt is kéne fellépni, és meg tudunk-e jelenni. Megjelentünk külföldön már, voltunk Franciaországban, Hollandiában, többször Németországban, testvér községében, Szadának Kecsetkisfaludon léptünk fel, ott is voltunk már többször, és hát Magyarországon, a környező tájakon léptünk már fel többször, több alkalommal. A Szadai Népi Együttes tánccsoportjával legutóbb a Szent István napi mulatságon találkozhattunk, ahol már új koreográfiájukkal, egy fergeteges karikázóval léptek a színpadra. Milyen műsorszámokkal készül az együttes? Az együttes egy kétfélidős műsorral készül, melynek az első félidejét a vendégeink fogják előadni. Régi kapcsolódás révén hívtuk meg őket, így ennek keretében például Benedek Krisztina fog énekelni, Mackó Mária fog énekelni, a cimbali bandből Unger Balázs lesz itt, György Károlyt várjuk még, hogy esetleg el tudjon, mert ő is tanított itt annak idején táncot. A második fél időben pedig mi fogunk szerepelni, helyi jellegű táncokat fogunk előadni, illetve Magyarország szélesebb tájegységéről például a Szatmárit fogunk előadni, de hát mink Romániából is, Romániából egy román táncot fogunk keménytelki, legényes fogunk táncolni, reméljük, hogy elég színes műsort tudunk prezentálni, és szeretettel várunk mindenkit, akik jönnek. Szóval hozzá kell tegyem, hogy a zenét a Fish Team együttes fogja majd a talpalávalót, ők húzzák nekünk. Idi-idi-idi-puszta, ispiri-id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 i
A gála műsor szervezői munkáját, háló Istennek, nem az én vállamat nyomta a szervezői munka, őt ebben Dulai Éva néni, a Dulai Zoltán édesanyja vállalt oroszlán részt, Simonni Horváth Anikó, aki az általános iskolában gyűjtötte össze a neveket, az egykor itt tanuló diákok, akik itt táncoltak, őket ő kutatta föl, Dulai Éva néni volt, aki kiértesítette, oroszlán részt vállalt még benne Galambos Ica néni, illetve a lánya Galambos Katalin. Nagy köszönet érte egyébként, hála, mert ez nekünk, nekem megmaradt a tánc és a koreográfia készítése, a próbák vezetése. A Szadai Népi Együttes szeretettel vár minden érdeklődőt jubileumi gála estjére 2015. október 10-én, szombaton 16 órától a Székely Bertalan kertbe. Rossz idő esetén a gálát a Szadai Faluházban tekinthetik meg.